Még valami kell. Lesz. Számol a gép, jön a blokk is, ezúttal is sok minden került a vásárló kosarába. Az egyre növekvő árak ellenére is népszerű ez a marcalvárosi kisbolt. Főleg a környéken lakók veszik meg itt az alapvető élelmiszereket. Kenyér, felvágott és tej, ezek a legnépszerűbb árucikkek az üzletben. Már itt is tudják, hogy hamarosan brutális mértékben drágul a tej, illetve a tejtermékek. Legalább 15-20%-os lesz a drágítás, mégpedig a takarmányárak emelkedése miatt. Aki eddig megnézte az árat, az ezután még jobban megnézi majd. A vevők többsége ugyanis ez alapján választ, ha tejet, tejfölt vagy kefirt vásárol a családnak. Most érezhető, hogy a Mizor már egy kicsit drágított, drágább lett, ott már érezhető, azt már annyira nem viszik, nem keresik. Általában az olcsóbb tejeket, most már inkább ezeket a kevesebb zsírtartalmú tejeket keresik, mivel az olcsóbb pár forinttal. Tejfölöket is, ezeket a növényi zsírral készült tejfölöket. Hát a sajt is visszaszorult már azért árfüggő, mert ha olcsóbban tudjuk adni akcióban, akkor azért jobban viszik. A tejterméktanács szerint a következő hónapokban tartós és dinamikus áremelésre lehet számítani a hazai boltokban, így eltűnnek a polcokról a most még literenként 120-130 forintos úgynevezett UHT tejek. A legalacsonyabb árszint várhatóan 150 forint körül lesz az üzletekben, és a drágulást az évvégi akciók is csak kis időre enyhíthetik.